Megújultak és korszerűvé váltak a VHC cégcsoportnak helyet adó zalaegerszegi irodaház belső terei, amelyet szeptember végén vettek birtokba a cég munkatársai. Az 1880-as évek végén felsőkereskedelmi fiúiskolának készült Ady utcai ingatlan több mint 100 évig adott helyet különböző oktatási intézményeknek. A megyeszékhely belvárosában lévő helyi védettségű épület 1997-ben vált magántulajdonú irodaházzá, amelynek túlnyomó többségét az akkori VHC Kft. Vásárolta meg. Amikor először eljöttem az épületbe megnézni, egerek futkostak a folyosón, por, kosz és a többi. Hát elképzelni nem tudtam, hogy egy ekkora épületbe, akkor voltunk ugye körülbelül 11-12-en a cégnél, hogy mit fogunk csinálni egy ekkora épületbe. Pályáztunk erre az épületre, 97-ben sikerült megvásárolni. Hát azt tudni kell, hogy ez két szinten, szintenként 460 négyzetméter, szép nagy épület volt, hát volt ahova elhelyezzük a kollégákat, meg volt mit tenni. Aztán sikerült is a 2000-es évek elején eljutni odáig, hogy nekiálltunk a építésnek, felújításnak, plusz egy emeletet húztunk rá, ezzel is kihasználva az épület adta lehetőségeket. Komoly befektetés volt a felújítás, maga az első ütem az több mint 130 millióval kezdtük, aztán 150 körül lett a vége. Aztán utána a folyamatos felújítások azok meg kétszer annyibe kerültek már a mai napig, de a végeredményt látva egy gyönyörű, szép és jó lett. Itt bent a városközpontjában egy ilyen tényleg egy patinás épülettel sikerült a mai igényeknek megfelelően, amit lehetett, kihoztunk ebből az épületből. 1200 négyzetméternyi területet újítottunk fel az épület három szintjén, és egyébként ennek a felújításnak vagy bővítésnek több oka is volt. Egyrészt a cégünk folyamatosan bővült az elmúlt években, és ezért szükség volt új irodahelyeknek a kialakítására, hiszen a munkavállalóink száma is növekedett az elmúlt időszakban. Most már ezzel a bővítéssel több mint 80-an dolgoznak itt az zalaegerszegi irodában. Természetesen szükség volt egy ügyfélszolgálati térnek a kialakítására is a földszinten, hiszen a megnövekedett ügyfélforgalom miatt ezt már az első emeleti irodából nem tudtuk ellátni, úgyhogy a földszinten 220 négyzetméteren fogadjuk egyrészt az ügyfeleket, másrészt pedig a házszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyes-bajos dolgait intézzük a külsős munkavállalóinknak. Egy ingatlan belső felújításánál milyen szempontok vezérelhetik a felújítót? Hát egyrészt gazdálkodnunk kell ugye azzal a négyzetméterrel, ami rendelkezésre áll, és ebből igyekszünk minél inkább jó munkahelyeket, irodahelyeket kialakítani. Másrészt pedig figyelembe kell vennünk a mai kornak a követelményeit is, hiszen próbáltunk olyan modern és hatékony irodai környezetet biztosítani a munkatársaink számára, ahol jól érzik magukat napközben, hiszen a napjuk hát egyharmadát itt töltik a VHC-nál, és ezzel az ő elégedettségüket, elkötelezettségüket még inkább tudjuk növelni. És természetesen fontos az is, hogy az ideérkező ügyfeleket, munkavállalókat is szép környezetben tudjuk fogadni. Hárszolgáltatók vagyunk, a mostani munkaerőpiaci helyzet most már jó ideje kellő megbízást és munkát biztosít számunkra. Ott vagyunk Magyarország vezető hárszolgáltatói között, sőt az idei év elején egy akvizícióval már az adriai régióban is jelentős szereplők lettünk. Így elmondhatjuk, hogy a VHC a magyarországi 12 irodájával további 10 országban van még jelen, és összesen 35 irodával, 500 munkatársunkkal Közép-Kelet-Európa egyik meghatározó hárszolgáltatója vagyunk. Mennyi időbe telt ez a felújítás, és milyen forrás állt ehhez rendelkezésre? A felújítás saját forrásból tettük meg, és hát nagyjából egy olyan két éves intervallumban újítottuk fel ezt a három szintet, és most az első emeleti irodáknak a teljes felújításával zárjuk a projektet. Lesz-e a VHC olyan patinás, mint az épülete? Most már 33. évünket taposjuk, krisztusi korba lépünk, én biztos vagyok bent, hogy igen, hiszen az alapok jók voltak, az alapok megvannak, és a mostani szakemberállományunk, én úgy gondolom, hogy
biztosíték arra egy további 33 évre, aztán majd az utódok eldöntik, hogy merre tovább, hogyan, de én biztos vagyok bent, hogy lesz olyan patinás, mint ez az épület.